Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket az ATV világhíradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Jó hír a turisták számára, hogy Spanyolországban már mehetnek a beoltottak. Csehország pedig várhatóan június 21-től nyitja meg határait. Szlovákia közben bejelentett, hogy el fogja ismerni a magyar oltási igazolványokat, köztük a kínai és az orosz oltóanyaggal végzett oltásokat is. Mindeközben Indiában 66 napja nem volt ilyen alacsonyan regisztrált új fertőzöttek száma, ami továbbra is 86 ezer fölött jár. Ismét várják a turistákat a világ minden tájáról Spanyolországban, ahol oltottsághoz és negatív antigéntesthez kötik a beutazást. Egyre többen szeretnének jönni Madridba, szerintem optimisták az előrejelzések, és látjuk, ahogy egyre több országban nő azok száma, akiket beoltottak, és ezzel együtt az utazástól való félelem is csökkenni fog, mondta egy madridi hostel tulajdonosa. Több Portugáliába látogató brit turistának a tervezetnél rövidebbre kellett szabnia a nyaralását, miután a mai naptól 10 napos karantént írtak elő azoknak, akik Portugáliából érkeznek az Egyesült Királyságba. A növekvő fertőzött esetek miatt és az itt felfedezett vírusvariánsokra tekintettel vették le a népszerű turista célpontot az utazási zöld listáról. Sokat aggódtunk, hogy el tudjuk-e végezni a COVID-tesztet időben, mert mindenki egyszerre foglalt rájuk időpontot, és elég drága is volt, mondta ez a turista. Németországban a cégen belül kialakított oltóponton kaphatják meg a koronavírus elleni vakcinákat a dolgozók egyes óriás cégeknél. Ma kezdjük meg a házon belüli oltásokat az SAP-nél, a hét során 1100 oltást adunk majd be, és nagyon örülünk, hogy előmozdíthatjuk ezzel is az oltási kampányt, mondta a németországi óriás cég orvosa. A BMW-nél szervezett oltási kampány első napján a bajor miniszterelnök is részt vett. Virtuális valóság segítségével akarják ösztönözni a lakosságot a koronavírus elleni oltás felvételére, dániai kutatók. A játékban a piros ruhás COVID-fertőzött embereket kell elkerülniük a résztvevőknek egy városi téren, míg a beoltott szereplők kék ruhát viselnek. A kutatást végző pszichológus professzor azt reméli, hogy a kísérletnek pozitív hatása lesz az oltási kedvre. Jeges folyókon kelnek át az egészségügyi dolgozók, hogy elvigyék a koronavírus elleni oltást India távol eső északi falvaiba. Az országban több mint 86 ezer fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában. Az indiai miniszterelnök bejelentette, hogy az államok helyett a szövetségi kormány fedezi majd a felnőtt lakosság beoltásának költségét. Több százan gyűltek össze Prágában a fehér oroszországi ellenzék melletti szolidaritási tüntetésen. Ezen felszólalt a külföldre menekült fehér orosz ellenzéki vezető Svetlana Tsihanouskaya, akit a cseh szenátus elnöke hívott meg az országba. Az ellenzéki vezetőt a cseh miniszterelnök is fogadja, a cseh államfő pedig szintén támogatásáról biztosította. Tsihanouskaya a tavaly augusztusi elnökválasztáson a hivatalos adatok szerint 10%-ot szerzett. Az EU számos országa azonban úgy véli, hogy az elnökválasztás eredményét manipulálták. 5 újabb témában tartanak népszavazást vasárnap Svájcban. Kikérik a helyiek véleményét 3 törvényről, melyek tavaly ősszel léptek hatályba. Az egyik a járványkezelésről, egy másik a terror elleni harcról, a harmadik pedig az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről szól. A mesterséges rovarirtók betiltásáról is dönthetnek, ahogy arról is, hogy csak azok kapjanak mezőgazdasági támogatást, akik nem szennyezik a környezetet. Megosztják a svájciakat a közelgő népszavazás témái. Egy felmérésben a megkérdezettek 48%-a támogatta, hogy környezetszennyező cégek ne kapjanak állami támogatást, és 49% azt, hogy tiltsák be a mesterséges rovarirtókat. Utóbbiakat a világon eddig csak Bhután tiltotta be. Ez csodás üzenet lenne a világnak. Svájc lenne az egyik első ország, amely fenntartható termékeket használna hosszú távon. Ez javítaná az életminőséget. 20-30 év múlva tiszta lenne az ivóvíz és termékenyebb a talaj, mondta egy borász és biogazdálkodó. A mesterséges rovarirtók a gyártók szerint biztonságosak, mások szerint egészség és környezet szennyezők. Megtiltanák az ilyen vegyi anyagok használatával termesztett takarmány növények importját is, így kevesebb állattrágyája szennyezné a környezetet. Azt akarják, hogy csak annyi állatunk legyen, amennyit saját takarmányból el tudunk látni, de ez lehetetlen. Nem lesz svájci csirke, sem disznóhús, viszont jelentősen emelkedni fog az élelmiszerimportunk, mondta egy gazda.
Hasonlóan gondolja apja is, akinek Zürich mellett van tejüzeme. Szerinte a biogazdálkodást sok városi támogatja, akinek fogalma sincs róla, csak van két paradicsom a kertjében. Ha a két környezetvédő kezdeményezést elfogadják, a gazdák 10 évet kapnak az átállásra. 63-ra emelkedett a pakisztáni vonatbaleset miatt elhunytak száma. A baleset egy rossz állapotú vasúti pályán történt, ahol egy gyors vonat belerohant egy másikba, amely percekkel korábban siklott ki. A mentés helyi idő szerint kedd délre fejeződött be, és a hadsereg tájékoztatása szerint megkezdték a vasúti pálya javítását, hogy a vonatforgalom mielőbb újraindulhasson. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a balesetet, de szakértők szerint az előregedett vasúthálózat és a jelzőlámpák nem megfelelő karbantartása is hozzájárulhatott a szerencsétlenséghez. Különböző bűnszervezetek több mint 800 feltételezett tagját tartóztatták le egy nagyszabású nemzetközi kábítószer ellenes műveletben. Egyebek mellett drogcsempészettel vádolják őket. Az FBI másfél évig figyelte meg a kommunikációjukat. Videót tett közzé az ausztrál rendőrség az elmúlt napok razziáiról. Elfogtak több mint 200 gyanúsítottat, lefoglaltak lőfegyvereket, több milliónyi készpénzt és több tonna kábítószert. Felszámoltak 6 droglabort és több gyilkosságot megakadályoztak. Egy nemzetközi művelet részeként kemény csapást mértünk a szervezett bűnözésre, ennek pedig világszerte visszhangja lesz a bűnözők körében. Ez vízválasztó pillanat az ausztrál bűnüldözés történetében, mondta a miniszterelnök. A globális kábítószer ellenes művelet kiterjedt Ázsiára, a Közel-Keletre, Dél-Amerikára és Európára is. Svédországban 75, Hollandiában 49 gyanúsítottat fogtak el, Németországban pedig több mint 60-at. A németországi művelet központja Hessen tartomány volt, ahol több mint 100 razziát hajtottak végre, és több mint 30 embert tartóztattak le, mondta az államügyész, aki szerint több drog- és fegyvercsempész banda ügyében is nyomoznak. Az Európa tájékoztatása szerint korábban nemzetközi együttműködéssel feltörték a bűnszervezetek üzenetküldő alkalmazásait, majd egy olyat terjesztettek el közöttük, amelyet az FBI fejlesztett ki. Több mint 100 országban több mint 300 bűnszervezet használt több mint 12 ezer ilyen eszközt. 18 hónapon át több mint 27 millió üzenetüket szereztük meg, mondta az Európa igazgató helyettese. A bandák megbízhatónak tartották, és egymás közt is népszerűsítették az alkalmazást, amely segítségével megfigyelték őket. A hatóságok végül 18 országban több mint 700 helyszínen razziáztak, és több mint 800 embert tartóztattak le. Hogy érzékeltetni tudjam, milyen szinten épültünk be, fotókat láttunk több száz tonnányi kokainról, amit gyümölcsszállítmányok és konzervek közé rejtettek el, mondta az FBI bűnügyi nyomozó részlegének igazgató helyettese. A titkosnak hit üzenetküldő alkalmazást több mint 45 nyelven használták. A hatóságok drogcsempészetről, pénzmosásról, tervezett bérgyilkosságokról és egyéb bűncselekményekről szereztek információt. Már több mint 500 vádemelés történt, és újabbak várhatók. 98 éves korában elhunyt Dávid Dusman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó felszabadítója. A férfi a mai Lengyelország területén született egy orosz zsidó családban. Apja orvos volt, akit a gulágra küldtek, és meghalt. Dusman a II. Világháborúban a Vörös Hadsereg tagjaként harcolt a nácik ellen. Részt vett a sztálingrádi csatában is. Az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításakor 21 éves volt. Orvosi és sporttanulmányai elvégzése után 1951-ben megnyerte a szovjet vívóbajnokságot, majd a női vívócsapat edzője lett. Ebben a minőségében volt ott az 1972-es müncheni olimpián, ahol palesztin terroristák az izraeli olimpiai válogatott több tagját ejtették túszul és ölték meg. Dusman évek óta Münchenben élt, és ott érte most a halál. Újabb dinoszaurusz fajt azonosítottak paleontológusok Ausztráliában, amint egy 90 millió éve élt titanoszaurusz maradványait Queensland állam délnyugati részén találták még 2007-ben. Ez a legnagyobb dinoszaurusz, amelyre eddig Ausztráliában bukkantak. Egy növényevő fajhoz tartozhatott, amely a kréta földtörténeti időszakban élt. Hossza 25-30 méter lehetett, magassága pedig elérhette akár a 6,5 métert is. Hosszú nyaka és farka volt, hasonlíthatott a brachiosaurushoz. A szakemberek megtalálták a lapocka csontját, a medence csontját és a comb csontját nagyjából teljes épségben. Utóbbi méretei alapján a dinoszaurusz 67 tonnás lehetett.
egy másik, még nagyobb példány maradványait is megtalálták, de rosszabb állapotban. A világ legnagyobb dinoszauruszát, a Patagotitánt korábban Patagóniában találták meg. Becslések szerint 37 méter hosszú és akár 70 tonnás is lehetett. Világhíradónk végén megköszönöm figyelmüket, és már is emlékeztetnék arra, hogy 17:25-kor jövünk a mai első kora esti híradóval. Kérem, akkor is tartsák velem.